Fejlesztő játékok osztása, jégkrémosztás, jótékonykodás, integráció. Többek között erről szólt a Nyíregyházi Rotary fél éve. Céljuk az önzetlen segítőkészség a mindennapi életben. A Rotary most karácsonykor Mikulás csomagokat osztott, 770 darabot osztottunk szét arra rászoruló szervezeteknek, iskoláknak. Ebben az évben házhoz ment a Mikulás. Minden iskolába elmentünk, és ott az iskolában osztottuk ki a játékokat. Majd 12-én a Báczi Gusztáv Általános Iskola rendezvényét támogattuk, ahol részt vettek a görlesszesek és ridenszesek. Egy budapesti színházi, kiszínházi előadást mutattunk be, ahol nagyon boldogok voltak a gyerekek. A Rotary idén is újra hirdette a Talentum programot, mely 2018-ban indult. A program során vállalkozók adományaiból kívánnak olyan fiatalokat támogatni 200.000 forinttal, akik kimagaslók valamilyen tevékenységben. Idén 4 díjat osztottak ki természettudományok, művészet és sport kategóriában. A sport kategóriában emelkedtem ki, ugyanis 8 éve versenyszerűen sportolok, gyakran járok világ, illetve Európa bajnokságra, de természetesen országos bajnokságon is kiemelkedőek a teljesítményeim. Lili az összeget sporteszközök, súlyzók, ugrálókötél, sportöltözék beszerzésére fogja fordítani. Sportkategóriában Lilin kívül díjazták Laskai Gábort, a természettudományok kategóriában Szalanics Mátét, művészet kategóriában pedig Molnár Attillát. Ezen kívül Varga Benjamin és Ernest Attila laptopot kapott, mellyel támogatást nyernek álmaik megvalósításához. A Rotary Klub Nyíregyháza a jövőben is folytatni kívánja a jótékonykodást, valamint a közösségépítő programok megvalósítását.